Halló! Halló! Tessék! Halló, kezdjük, Csokolom, Ildikóval szeretnék beszélni. Az vagyok. Üdvözlöm, Csokolom, Kovács István vagyok Pestről. A postán adta meg a Brigitta az ön telefonszámát. Virágkosarat szeretnék rendelni szombatra. Jó helyen járok? Igen, virágkosarat? Igen, szombatra, mert a nagymamám akkor tölti be a 80. életévét. És igen, és milyen kosarat szeretne? Hát egy nagyot, nagy kosarat. Tudja, nagyon várunk már erre, mert akkor írja meg a végrendeletét, és mondja el a családnak, hogy ki mit örökölt tőle. Eléggé házsártos öreg asszony volt világ életében, mindig ült a pénzén, de mindegy. Most szeretném azért a születésnapjára meglepni egy ilyen szép nagy kosárral. 80 vörös rózsára gondoltam. 80 vörös rózsára? 80 rózsa. Esetleg még beleteltünk egy kaktuszt. Kaktuszt rózsába? Elég szúros az már, úgyis nem? Az azért, de csak azért, hogy az őt. Öt szimbolizálja, hogy ő ilyen, ezt nem mondjuk meg neki, hogy miatta, csak hogy mi tudjuk, akik átadjuk, családtagok. Hát, de a tüske az szimbolizálja szerintem, hogy olyan szurkálódós, nem? Hát azért mondjuk, hogy ő volt ilyen szurkálódós. Azért nem kell abban, már kaktusz az nem illik. Ne tegyünk bele. Kaktuszt. Nem kell kaktuszt. Jó, ugye azt mondtam, hogy így derül ki, hogy ki mit örökölt tőle, és azt szeretném, hogy a családtagok ki pici lufikat rá lehet tenni, az ilyen díszítést azt vállalnak még? Hogy lufit rá tenni? Milyen díszítésre gondolt? Arra, hogy szeretném, hogy érezze, hogy mennyire szerettük, és hogy kik szerették, a családtagok neveivel lufikat szeretnék valahogy rá köttetni, mondjuk minden ötödik szára. Hogy van a Pista, a Mari, van a Jucika, Misi, a Ibi, Tibi, Csoki, Joli, Zsuzsa, Erzsi, a Petra, a Lukrécia, a Zsolti, a Böbe és a pici Zsombika. És akkor nem lenne egyszerűbb, ha vennének egy ilyen kártyát és ezt beletűznék? Hát, egy ilyen kinyitó szülinapi kártyát, amit ott a postán is lehet ugye kapni, és akkor beleírni, mert ezt így a szálakra így hogy dolgozzuk rá? Hát én úgy gondoltam, hogy pici lufi, mint hogy a születésnapon meg az esküvőkön is szoktak ilyet, hogy lufi ott lóg. Lufi? Hát lufit, azt sajnos nem tudunk ilyen neves lufikat. Azt nem tudják ráírni a lufira? Nem. Alapszínű lufi? Az nekünk nincs így ilyen lufink, nekünk ilyen hát világbordban nincs ilyen. Hát az nagyon nagy baj, Ildik, az nagyon nagy baj, mert nem is ez a lényeg, hogy a nevünk rajta legyen, hanem szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy mi mit szeretnénk örökölni, és ezért szerettem volna megkérni olyan feliratú lufit is, hogy kocsi, komód, nyaklánc, nyaraló, a kép, az a gólyás, ami a nappaliban van, étkészlet. Hát én nem tudom, ez már nem a virág részhez tartozik, ezt valahogy máshogy kellene belerakni, beletesztük, de mi így nem tudjuk így belekötni a lufikkal, vagy ilyesmivel. Hát egyet se lehetne? Vagy valahogy hát sziromra? Mikor jönnek, és akkor bele rákötjük, jó? Abba beletettük, hogy ki mit szeretne örökölni, és akkor rákötjük, jó? És tudja, mire gondoltam? Még illik, hogy és az, hogyha ez a szeret, nem szeret, van ez a játék, biztos, hogy tépik a virágnak a szirmait. Biztos is, vagy a leveleit. Hogy, szeret, nem szeret. Hogy igen, hogy az egyik rózsával, akkor rózával oda mennénk, és ráírnánk Field Store-ra, minden sziromra, hogy komód, kép, naraló, Pistike, Juli, Zsombika, hogy akkor egy szár rózsát tennénk a közepére, és arra írnánk rá, hogy mit szeretnénk örökölni. Ha ez a lufis dolog nem megy. És akkor a szirmokra... Egy nagy szirmú rózsát? Nagy szirmú. Nem acskát, tehát ne, szirmú. Szirmút, igen. Nem, jó. Itt azt tennénk a közepébe, és annak a szirmaira írnánk rá, hogy mit szeretnénk örökölni, és hogy ki. Mert a gólyász képet azt az Ibike szeretné, azt én nem. Szóval én meg odaírnám, hogy én meg a nyaraló. Nyaralót. Úristen, mit az a kívánságok. De én nem, hogy kivel beszélek. Teszik? Kovács István vagyok Budapestről, a postáról. Én most Kovács. Itt vagyok a postán, most is. Akkor nem, hogy átjönne, és akkor megbeszélnénk itt személyesen. Hát itt lakom a posta fölött, maga itt lakik? Posta fölött lakik? Hát igen, Budapesten. Ja, Budapesten. Persze. A posta fölött. Na, ja, azt hittem, hogy itt a
Nem. Hát nem, én nem osztom. Én Budapest. Na most, ja, Budapest. Viszont a nagymamám az nem itt lakik, hanem az ott lakik, ahol ön. Ott én hívtam önt, hogy addig ne ervadjon el a virág. A Fitek utca 19-be kéne kivinni. Vagy mi menjünk el a önökhöz, és onnan vigyük át? Most akkor én már végig kivel beszélek. Kovács István vagyok. Ki? Kovács István. Csak most... És akkor Fitek utcába kellene kihozni a Fitek, virágot? A Ficekbe. Ott lakik annak a végrendeletét szeretné, vagy miről van szó? A nagymamám most fogja majd a 80. születésnapján elmondani, hogy ki mit örökölt. A nagymama? Igen. Most érdekes. Mit nem tetszik érteni? Vagy most nem értem. Szóval nagymama lakik a Fitek utca rendben? Pontosan. Igen, én nem tudok róla, mert én is ott lakok. Hát Patláson nem lakik a nagymama. Biztos? Biztos. Szinte biztos vagyok benne, hogy ott lakok, de már teljesen nem is vagyunk biztos. Most már nem is biztos. Ön a Ildikó, ez a neve? Igen. És november 28-án a 40. születésnapja? Igen. Hát akkor hadd köszöntjem fel tiszta szívemből, mert én Harsányi Levente vagyok a Music FM-ből, az önindítóból. Ez a telefonbetyár telefonos átverése volt. Szia, Ildikó, boldog születésnapot! Szia, köszönöm szépen, és megköszönhetem ezt. Hát nekem, meg azoknak a barátnőidnek, akik nagyon szeretnek. Itt van ott, na őket, mindegyiket. Köszönöm szépen. Hát őket jól öled át. Nem igaz! Nem igaz, jó! Hát Ildi, így van ez nálunk, így megy. Ha valaki szereti a másikat, akkor hozzánk fordul, és mi segítünk. Úgyhogy boldog születésnapot Mártéknak köszön, meg a többieknek is, kollégáknak, kolléganőknek, barátnőknek, és sok boldogságot, bulizzatok egy nagyot, mert állítólag soha többet nem leszel 40 éves. Hát, köszönöm szépen. Na, ezt meg fogjuk megbeszélni. Itt a Márti mellettem. Köszönöm szépen. Na, küldünk azért neked Music FM-es ajándékot. Örülünk, hogy örülsz. Jó, de akkor ezt a rózsás kosarat ki fogja hozni, és kifizeti. A Mártival beszélj meg mindent, jó? Oké. Na, jó, szia, minden. Szia, köszönöm, szia. Köszönöm, szia.